külföldi szakértők érkeztek a sátoraujhelyi magyar-szlovák kéttanítási nyelvi nemzetiségű általános iskola és kollégiumába. A kétnapos szeminárium témája szövegértési intervenciós program szlovák nyelven volt. Ezen az eseményen részt vettek az iskola pedagógusai, valamint Páházáról és Borsiból is érkeztek angol-szlovák nyelvtanárok. Az előadások alatt új tanulási módszereket mutattak be. Három előadó a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemről, miután olyan előadókról van szó, akik a értő-olvasás kompetenciájának fejlesztésére írtak programot, és mutatták be azon könyveket, amelyek módszertanilag segítik majd a kollégáinkat, hogy a tanulóknál is ezt a fejlesztést, és a nyelvi fejlődést, és a nyelvi kompetenciákat minél mélyebben tudjuk elmélyíteni, és természetesen sok ötletet kaptunk a két nap alatt, amelyeket most a feladatunk, hogy adaptáljuk, és valóban a eredményeket érjük el velük, amit kitűztünk a programunk keretében. Az előadások célja, hogy egy szlovák nyelvi olvasási készségfejlesztő órát hogyan tudnak megtartani úgy, hogy a tanuló szókincse is megfelelő mértékben fejlődjön. Az előadók ezekkel a prezentációkkal már több helyen jártak. Az intervenciós programot, amely irányul a szövegértésre, az olvasási készségfejlesztésre, ezt már bemutatták Madeira szigetén is, és ott további meghívásokat kaptak Portugália különböző részeire, ugyanakkor jártak ezzel a programmal Angliában is, így világméretű bemutatóról is beszélhetünk. A külföldi előadók először egy kutatást végeztek, hogy mivel lehetne fejleszteni a tanulók olvasási készségét, ezt követően pedig kidolgoztak több javaslatot. A Covid időszak akadályozta ennek a további bemutatását, főleg Szlovákiában, de a déli és keleti részén már be lett mutatva, illetve a mai nap Magyarországra el tudták hozni, valamint Szlovákia északi részeit is szeretnék meglátogatni.